helyünk volt, ahol háromszor törtek be, három héten belül. Ott futtál ki. Bejöttek. Két kukával vitték el, szemetes kukával. Innen a szemetes kukát kiürítették, és azzal vitték el a ellopott árut. Gyakoriak az ilyen esetek földesen. Egyre több bosszúságot okoznak a bihari községben a besurranó tolvajok, és a harongálás is mindennapos. A helyi rendőrség visszatartó ereje a bűnözőkkel, vandálokkal szemben nem kielégítő, ezért az önkormányzat úgy gondolta, segíti az egyenruhások munkáját. Térfigyelő kamerákat helyezte ki a község 10 pontjára, ami rögzíti a közterületen folyó eseményeket. Földes nagyközség képviselőtestülete úgy gondolta, hogy fontos a közbiztonság helyzetének a javítása. Ez nem azt jelenti, hogy a közbiztonságunk nagyon rossz, hanem azt jelenti, hogy még biztonságosabbá szeretné tenni a települést. Az Észak-Alföldi Fejlesztési Ügynökség területi kiegyenlítés szolgáló pályázatában sikerült nyernünk 16 millió forintot, 1,8 millió forinttal kipótoltuk, és így egy komoly térfigyelő rendszer képítésére került sor. 10 kamerát helyeztek ki a község olyan pontjaira, ami az éjszakai életben fontos szerepet játszik. A legtöbb rongálás ugyanis általában hétvégén és éjjel történik. Szombaton este vannak itt egy kis gondok. Akkor itt a fiatalok törnek, zúznak itt ezen a részen. Amikor a diszkó van, akkor másnap, vasárnap reggel, akkor aztán van itt üvegek szétdobálva, összetörve, főleg az, hogy összetörik az üvegeket. Kerékpárok mennek bele, pufot. Legyen ki a kerekkel gumia. A kamera figyeli a főteret, a polgármesteri hivatalt, a református templomot, valamint a benzinkutat és környékét. A rendszer telepítését végző cég úgy számolja, a község legalább 50%-át tudják figyelni a kamerák segítségével. Gyakorlatilag folyamatos rögzítési módban vannak mindegyik kamera, tehát adott esetben, hogyha valamilyen bűncselekmény történik, akkor az illetékes szervek, illetve a hatóság az a törvénybe megadott lehetőségek keretein belül az archív felvételeket vissza tudja nézni, be tudja azonosítani a esetleges elkövetőket, és így nagyba közre játszik a közbiztonság javítása érdekében. Csak a törvénybe meghatározott lehetőségek keretein belül lehet ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, tehát ez azt jelenti, hogy 3 nap a felvételeknek a tárolási lehetősége, és ezeket a felvételeket csak a rendőrség nézheti vissza. Hegyesi Zsolt rendőr szerint a közbiztonság kielégítő földesen, ám a kerékpár lopások, besurranásos lopások, idén jellegű mezőgazdasági lopások gyakoriak, s mivel az állomány létszáma alacsony, ezért nagy segítség számukra a térfigyelő rendszer. Nekem már volt szerencsém megnézni ezeket a felvételeket, illetve élőképet, teljes mértékben felismerhető, tehát több száz méterről felismerhető, tökéletesen egy arc, főleg úgy, hogy a környező embereket, illetve az ilyen személyeket ismerjük is, tehát személyesen. A rendszám az is felismerhető, tehát nagyon jónak mondható ez a kamerarendszer, tehát egy elég profi kamerarendszerről beszélünk. A térfigyelő kamerák próba üzeme már elkezdődött. A rendőrség teszteli a rendszert, hogy január 1-től majd élesben használják.